napi rendelőti felszólás a jelentkezett Juhász Hajnalka képviselőasszony, KDNP képviselőcsoport. A helyben való segítés, mint a leghatékonyabb humanitárius segítségnyújtás címmel. Önne a szó, képviselőasszony. A szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A magyar kormány a helyben való segítéssel és azzal a megközelítéssel, hogy a problémát ne engedjük be Európába, egyedülálló humanitárius válságkezelést hozott létre. Meggyőződésem, hogy a közel-keleti egyházi vezetőkkel való személyes kapcsolatfelvétel és annak az azonosítása, hogy ezeknek a közösségeknek mire van szüksége a megmaradásukhoz, a leghatékonyabb humanitárius segítségnyújtás. Ugyanis a keresztény közösségek kilátásai és kihívásai a vallás legősibb központjaiban, Szíriában, Egyiptomban és Irakban jelentősen eltérőek, ezért sem lehet egy általános, homogén humanitárius együttműködési választ adni a különböző problémákra, amelyet a nemzetközi szervezetek erőltetni próbálnak. Úgy tűnik, hogy a dzsihadisták egyes területeken, például Irakban meg akarják valósítani egyik legfontosabb céljukat, a kereszténység nyomának eltörlését, még az egyiptomi keresztények megfélemlítése egyre nagyobb és szisztematikusabb mértéket ölt. Az emberiség alapvető érdeke, hogy az ősi keresztény közösségek ne kényszerüljenek szülőföldjük és kultúrájuk elhagyására. Fennmaradásuk záloga az, hogy az egyetemes emberi jogok és a vallási pluralizmus érvényre jusson a kereszténység bölcsőjében. Hazánk eddig is kezdeményező szerepet játszott abban, hogy hangot adjon az egyre nagyobb mértékű keresztényüldözésnek. A 2017. októberében megtartott a keresztényüldözés valóságát nemzetközi fórumokon bemutatni kívánó nemzetközi konferencia sikerét követően az üldözött kereszténység megsegítéséért és a Hungary Health Program megvalósításáért felelős államtitkárság immár második alkalommal rendezi meg a világ egyik legnagyobb politikai, egyházi és tudományos nemzetközi fórumát a keresztényüldözésről. A második nemzetközi konferencia rendezvény 2019. november 26 és 28-a között kerül megrendezésre Budapesten. A tanácskozással a valós humanitárius cselekvés alapjait szeretné lefektetni a magyar kormány. Az idei nemzetközi konferencia küldetése az is, hogy választ és megoldást találjunk korunk legelhallgatottabb humanitárius civilizációs válságára, a keresztényüldözés tragikus jelenségére. A konferencián olyan egyházi méltóságok, magasrangú politikai és kormányzati vezetők, parlamenti képviselők, nemzetközi civil szervezetek és a tudományos élet képviselői vesznek részt, akik együttes erővel képesek reményt és valódi létbiztonságot nyújtani a vallásuk miatt üldözött keresztény közösségeknek. A nagyszabású rendezvény egyúttal arra is törekszik, hogy a felekezet közé párbeszéd szellemében különleges fórumot biztosítson a nyugati és keleti keresztény egyházi vezetői számára a személyes találkozókra és az eszmecserékre. A folyamatos párbeszéd biztosítása mellett a magyar kormány eddig is több ezer háborús konfliktus által sújtott családon segített a Közel-Keleten, hogy az elvándorlás helyett a szülőföldjükön maradhassanak. Az iraki Tel Aviv városába a magyar kormány segítségével közel 1000 család térhetett vissza. Örömmel osztom meg önökkel a helyben segítés terén végzett diplomáciai munkánk legújabb eredményét. Az elmúlt évben az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségével aláírt együttműködési megállapodás keretében Irak legnagyobb keresztény városa a Ninevei fennsíkon lévő Karakos és Szinjár városának helyreállítását kezdi meg a magyar kormány az Egyesült Államokkal. A magyar-amerikai egy összefogás keretében a város helyi kereskedelmi központjainak és üzleteinek helyreállításával, valamint lakóházak újraépítésével biztosítja a keresztény közösség biztonságos visszatérését. Magyarország tehát amerikai együttműködéssel továbbra is helyben segíti az üldözött közösségeket, követendő modellt állítva a Hungary Helps program keretében és a Hungary Helps ügynökség által megvalósított humanitárius projektekkel. Ezért nem csak beszélünk az üldözött keresztények megsegítéséről, hanem valós, kézzelfogható eredményei vannak a magyar kormánynak. Tisztelt képviselőtársaim, kereszténydemokrata képviselőként újra és újra szeretném felhívni a figyelmet a helyben való segítésre, mint a leghatékonyabb humanitárius együttműködés jelentőségére. Hiszek abban, hogy a nemzetközi párbeszéd fórumok a figyelemfelhívás mellett
a valóságra reflektálva lehetőséget adnak helyes megoldásokat találni a valódi megbékélés és biztonság feltételeinek megteremtésére a Közel-Keleten. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő asszony.